Bucka lak a Rétközi tó partján. Erdei iskola és szálláshely, tervezőit a Gyűrűk úra című film ihlette meg. A Bucka lak egyike azoknak az innovatív beruházásoknak Szabolcs-Veresmart szomszédságában, amely az elmúlt néhány évben épült meg. A Rétközi tó Magyarország 5. legnagyobb mesterségesen létrehozott állóvize, amely mára a térség egyik legkedveltebb úti célja lett. A tó zúzott kövön körbe tekerhető biciklivel, maga a vízfelület pedig többek között alkalmas túrahajózásra, csónakázásra és horgászatra. Szálláshelyünk van, tehát kempingezni lehet kiszolgáló résszel, egy nagyon komoly vízi játszótér a vízterületén. A következő, ahova elérkezünk, az a Bucka lak, amit úgy kell elképzelni, mint a Hobbit filmekben, egy föld alatti négycsillagos szálloda. Vannak magaslati pontjaink, ami ugyanúgy szálláshely, és a fák között vagyunk. Tehát tudom, hogy hihetetlen, de ezek elkészült és már működőképes dolgok. Van egy vízi tanösvényünk, ami pedig a víz tetején van, az a Bucka vízi tanösvény. Van az erdei ösvényünk, ami ugye körbe megy a tavon. Szinte hihetetlen, de alig 7 évvel ezelőtt itt olyan sekély volt a víz, hogy a tó medrét gyakorlatilag gumicsizmában is keresztül lehetett sétálni. Akkor egy Európai Uniós támogatásnak köszönhetően sikerült újra vízzel és élettel megtölteni a helyet. Mesterségesen áramoltatták át a vizet a közeli Tiszából, a vízszintet pedig a megyében egyedülálló módon folyamatosan szinten tartják egy mechanikus megoldással. Ez volt az első fejlesztés, hiszen ez volt a leglényegesebb, hogy egyáltalán a több száz éve kialakult tavat visszahozzuk. Értelemszerűen egy tó akkor él, és akkor van értelme, hogyha nem csak egy szűk környezet, hanem egy nagyobb turisztikai desztinációt is képvisel, és éppen ezért elmondhatjuk, hogy a megye legnagyobb tavi vízfelületét képezi, és most már az infrastruktúrás fejlesztéseknek megfelelően az ide látogatók egy látogatóközpontba, egy vízibázisba, kültéri strandra, vagy akár szálláshelyre is el tud jönni, amellett, hogy egy nagy túrán is részt tud venni. Miután a helyet nemrég természetvédelmi területté nyilvánították, a tó közvetlen partvonalát csak gyalogosan és kerékpárral lehet megközelíteni. A további cél az, hogy hasonlóan a Leveleki tóhoz itt is meghonosítsák az aktív vízisportolást, ezzel pedig újabb bázist alakítsanak ki. Jó alapot ad ehhez, hogy a Magyar Kajakkenu Szövetség is felfigyelt a tóra, és már el is indult egy akkreditált versenyközpont kialakítása.